Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, és elkezdenénk akkor Isten tiszteletünket. Fennállva hallgassuk meg Isten írott igéjét, melyet János evangéliumából fogok olvasni. János evangéliuma első fejezetének első 18 verséből így szól hozzánk Isten írott igéje. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be őt. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek neve János volt. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem testnek vagy férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt, akiről megmondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által jött el. Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Tóth Nándor testvért kérem imádságra. Köszönjük, Vánodásom, te ígéred, hangzik, és hallhatjuk, hogy itt ennek rányogatna a szívünkben, keresünk téged, látom ezt a dolgét, amiket ígéred, de elősen hozzánk, hogy megteremtjük életünkben a gyümölcsöt, amit szeretnél ott látni. Amen. Foglaljunk helyet. Két igeverset szeretnék kiemelni a felolvasott igeszakaszból, mégpedig az utolsó kettőt, a 17. és 18. verset. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által jött el. Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ahogyan már megszokhattátok, testvérek, ige hirdetéseimben újra meg újra, céltudatosan és visszatérően Istenről beszélek. Az elmúlt hónapokban elég sok szempontból hoztam elétek Isten személyét, és ma is róla szeretnék beszélni, mégpedig arról az Istenről, aki kegyelmes. Nem tudom, mennyire követitek nyomon a híreket, azért ez a szó, hogy kegyelem, ez némileg devalválódott a magyar közéletben az elmúlt hónapokban. Mély megdöbbenéssel és nagy szomorúsággal tapasztaltam, amikor ez az úgynevezett kegyelmi botrány kitört, és bizonyos egyházi fórumokon a mai napig is, hogy elfelejtettük, mi az a kegyelem, és hogy hogyan működik. Igazándiból nem az zavar elsősorban, hogy a magyar nemzet, mint társadalom, mint nemzet elfelejtette, hiszen aki nem Isten gyermeke, az törvényszerűen nem tud mit kezdeni a kegyelemmel. Az zavar és az fáj nekem, hogy nagyon sok hívő vagy magát hívőnek valló testvérünk adta hangos bizonyságát annak, fogalma sincs róla, hogy mi a kegyelem, hogy mit jelent, hogy Isten mit akar nekünk mondani, amikor kijelenti azt, hogy ő kegyelmes.
Akár támadták a köztársasági elnök asszony döntését, akár védelmébe vették azt, a legfőbb érv az mindig arról szólt, hogy az az ember, aki kegyelmet kapott, az megérdemelte ezt a kegyelmet, vagy nem. Ártatlan-e, vagy bűnös. Mintha a kegyelmet nem, hogy ki lehetne, hanem egyenesen ki kellene érdemelni. Mint hogyha rajtunk múlana, hogy kapunk-e kegyelmet, vagy sem. Ez nem is állhatna távolabb a valóságtól. Hiszen ha valami jár, az érdem. Azért megdolgoztam, az engem megillett, azért megtettem a magamét. Tehát végső soron az én cselekedeteimből fakad. Ami pedig kegyelem, azt érdemtelenül kapom. Csak és kizárólag a legfőbb kegyúr, a királyok királya és uraknak ura szuverén döntése és irgalmassága nyomán lehet az enyém. Nem azért, mert én elég volt, jó voltam arra, hogy kegyelemre méltasson. Ha megvizsgáljuk ezt a felolvasott két igeverset, amit kiemeltem, János apostol három dolgot állít ebben az igeszakaszban. Egyrészt azt mondja, hogy ha valaki érdem szerint kíván megigazulni, mehet Mózeshez és a törvényhez, és tehet egy próbát. Udvarias, nem ront ránk egyből azzal, hogy úgysem fog sikerülni. Gondolja, hogy majd rájövünk magunktól. Másodszor azt mondja, hogy ha felismertük a törvény tükrében, hogy menthetetlenek vagyunk, hogy nem állhatunk meg az élő Isten ítélő széke előtt, akkor kereshetjük Jézus Krisztust, aki egyedül képes arra, hogy Isten igazságát és kegyelmét egybefoglalja. Végül, de nem utolsó sorban nyomatékossá teszi, hogy ez az egyetlen út, hiszen Istent soha senki nem látta, csak és kizárólag az egyszülött fiú, aki az ő kebelén van, ő jelentette ki Istent nekünk. Megfogadva az apostol szavait, az Úr Jézusban adott kijelentésre támaszkodva szeretném megvizsgálni, hogy akkor mit jelent a kegyelem, és négy pontban szeretnék erről beszélni nektek. Először meg fogom mutatni, hogy a kegyelem isteni. Aztán fogok arról beszélni, hogy a kegyelem feltétel nélküli, majd arról, hogy ez a kegyelem csak az Úr Jézus Krisztusban értelmezhető, és végül arról, hogy Istennek ez a kegyelme mindig győz. Mit jelent az, hogy a kegyelem isteni? A zsoltáros így kiált fel, amikor meghallja, kétszer hallja az Úr szájából, hogy a hatalom isteni, de tied, Uram, a kegyelem is. Aki szembesül Isten szuverén hatalmával, az Dáviddal együtt nagyon hamar belátja, hogy csak akkor lehet bármi esélye, hogyha ez a mindenható Isten egyben kegyelmes Úr is. Annyira sajátja Istennek ez a kegyelem, nem csak, hogy ad nekünk belőle, hanem elvárja, hogy továbbadjuk. Feltételként szabja mindenkinek, aki kegyelmet kapott, hogy adja tovább ezt a kegyelmet másoknak is. Erről beszél az Úr Jézus az adós szolga példázatában, de erre hívja fel a figyelmet az úri imádságban is. Ha én megbocsátottam nektek, akkor nektek is meg kell bocsátanatok. Személyesen épp egy ilyen küzdelemben vagyok, hogy meg tudjak bocsátani valakinek, aki a szeretteimet bántotta. Nem egyszerű. Csak azért mondom el ezt nektek, hogy érezzétek, hogy nem le akarom osztani a tutit, hanem én magam is küzdöm azt, hogy ez a kegyelem ez meg kell változtassa az életemet és a gondolkodásomat. Úgy gondolom, hogy részben éppen emiatt is hozta elém Isten a mai Isten tiszteletre készülve a kegyelem témakörét. Amikor Isten hatalmat ad valakinek, és tudjuk, hogy nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, akkor kőkeményen számon kéri rajta, ha nem kegyelmesen gyakorolja ezt a hatalmát.
Innen eredeztetjük egyébként a mindenkori államhatalom által adott, osztogatott kegyelmet is. Az állam Istentől nyerte a hatalmát, és mivel Isten kegyelmes, köteles továbbadni Isten kegyelméből az állampolgárainak is. És ahogyan mi nem tudunk üdvösséget adni az ellenünk vétkezőknek azáltal, hogy megbocsátjuk a bűneiket, ugyanígy az államhatalom által adott kegyelem sem szerez üdvösséget, és nem ment fel a végső ítélet alól, amikor Isten trónja előtt meg kell állnunk. Egyedül a földi számonkérés alól ment fel az általunk adható kegyelem, és az államfő által adható kegyelem is a maga eszközeivel. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint mikor Káin meggyilkolta a testvérét, és azt mondja neki az Úr, hogy rendben, én nem öllek meg, és nem engedem meg senkinek, hogy megöljön téged. Egyébként gondolkozzunk el azon, hogy ez egy rettenetesen igazságtalan döntés. Majd visszatérünk a kegyelem és az igazság kapcsolatára. Itt a földön nem érte utol az ítélet Káint, azonban ez nem jelenti azt, hogy ne kellett volna a mindenható Isten ítélő széke előtt megállnia, amikor meghalt. Ezt, hogy Isten igazságos ítélete nem sújt le azonnal a vétkezőre, általános kegyelemnek nevezi a teológia, és ez az a fajta kegyelem, amelyben Isten minden embert egyenlően részesít. Hiszen, hogyha egyből lesújtana ránk, akkor tulajdonképpen születésünk, fogantatásunk pillanatában, vagy már ott az Édenben, az első emberpárban el kellett volna egyből pusztulnunk. Nézzük meg, mit jelent az, hogy a kegyelem feltétel nélküli. Isten úgy mutatkozik be Mózesnek, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Figyeljük meg, egyértelműen úgy beszél magáról Isten, mint akinek kizárólagos hatalmában és jogában áll üdvözítő kegyelmet osztani. Nincsen más. Ő az ítélő bíró, ezért ő teheti meg egyedül, hogy kegyelmet ad. Ezért nincs más közbenjáró sem Jézus Krisztuson kívül. Isten egyedül a saját belátását, azaz a Szent Háromság Isten titokzatos végzését teszi meg a kegyelem alapjának. Pál apostol így ír erről a római beliekhez írott levélben. Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amikor a humanizmus betört a kereszténységbe, ezt többször emlegettem már, tulajdonképpen az egész 16. századnak a hitbeli küzdelme erről szólt, hogy át tudja-e venni a humanizmus az uralmat a keresztény gondolkodás felett, akkor az egyik legkártékonyabb hatása, hogy ezt a feltétel nélküli isteni kegyelmet elkezdte az ember önmagától tanúsított hitéhez, vagy jó cselekedeteihez, egy szóval bármely emberi érdemhez kötni, és ezáltal gyengévé tette, magyarul az én döntésemtől függ, hogy Isten kegyelme képes-e munkálkodni, és fakultatívvá, választhatóvá tette. Hát, ha nem tetszik, akkor majd visszautasítom. Majd megy másképp a dolog. Szeretném megkérdezni, testvérek, hogy hol olvasunk ilyet a Bibliában, hogy a kegyelem készen van, neked csak el kell fogadnod. Nagy összeget tudok rá tenni, hogy nem találjuk meg sehol. Hol hirdették ezt az apostolok? Hol hirdette ezt az Úr Jézus? Megtérést, bűnbánatot, azt igen, de hogy az Isten kegyelmével mi emberek játszhatunk, erről szó sem volt. Isten kegyelmét nem tudjuk kiérdemelni, és éppen ezért nem tudjuk elfogadni, vagy visszautasítani sem. Ez egyedül az övé, és ha ő adja, akkor adja. Ha adta, akkor adta. A mennyei ítélőszék döntött, a kegyelem jogerős és fellebbezésnek helye nincs.
Szeretném zárójelben megjegyezni, hogy az államfői kegyelem ellen sincs fellebbezésnek helye. Nem ismeri egyik jogrendszer sem a kegyelem megtámadhatóságát. Pontosan azért, mert annyira fölöttünk áll, hogy nem tudunk belekötni. Se érte, se ellene nem tudunk tenni. Éppen ezért, hogyha helyesen akarjuk hirdetni az evangéliumot, akkor megtérésre, bűnbánatra hívunk, és bűnbocsánatot hirdetünk, de nem tesszük a kegyelmet akciós portékává. Testvér, gondolkozz el rajta, hogy te miért kaptál kegyelmet. Mi az oka? Miért keresett Isten egyszer, kétszer, háromszor, tízszer? Miért nem adta fel? Azért, mert őszintén sírtál a bűneid felett? Azért, mert bemerítkeztél? Azért, mert már az ükapád is hívő ember volt? Ha őszintén végig gondoljuk, nem tudunk semmit felhozni, semmit, amivel kiérdemelhetnénk ezt a kiérdemelhetetlent. A világ teremtése előtt döntötte el a Szent Háromság Isten, hogy könyörülni akar, és könyörült. Vegyük most sorra, hogy miért csak Jézus Krisztusban értelmezhető ez a kegyelem. Amikor Jakab apostol a kegyelemről beszél, akkor tesz egy érdekes kijelentést. Azt mondja, hogy az irgalmasság diadalmaskodik az ítéleten, vagy a károli fordítás szerint dicsekedik az irgalmasság az ítélete ellen. Ahogy korábban említettem, a kegyelem természeténél fogva igazságtalan. Nem azt kapjuk, ami jár. A törvény az igazságos. Az ítélet az igazságos, de a kegyelem az meghaladja az igazságot. Annyira felette álló kategória, hogy az igazság képtelen értelmezni. Viszont, amikor Isten kegyelmet ad egy bűnösnek, akkor hirtelen a mennyei könyvelésben deficit keletkezik. Igaz? Tartozik oldalon odaadja a kegyelmet, és a követel oldalon ott áll Isten örök tökéletes törvénye, és követeli azt, hogy kielégítsék az ő igényét. Hogy lehet ennek eleget tenni? Itt visszaérkezünk az alapigénkhez, ami úgy szólt, hogy a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által jött el. Jézus Krisztus váltságáldozata az egyetlen, ami választ ad az igazság kérdésére a kegyelem tekintetében, mivel elszenvedte Isten igazságos ítéletét a választottakért. Ezért mondja azt János, hogy egyszerre jelent meg benne Isten igazsága és Isten kegyelme. Mit gondoltok, testvérek, hogyha Isten szavában akkora erő van, hogy ezáltal teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket? Mekkora erő van az ő vérében? Amikor ez a vér kiömlött az övéiért, akkor megindult a föld, eltakarta arcát a nap, halottak támadtak fel, és a templom kárpítja, amit ökrös szekerek, ökörfogatok nem bírtak ketté szakítani, tetejétől az aljáig ketté hasadt. Mégis ilyen földön túli jelleg ellenére is egyetlen egy ember, a pogány százados ismerte fel, hogy ott a kereszten a fiú Isten vére folyt. Amikor a feltámadt Krisztus bevitte a mennyei szentélybe a tulajdon vérét, hogy engesztelést szerezzen a választottakért, mint a jövendő javak főpapja, akkor ezzel örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Érezzük ennek a súlyát, hogy örökre és tökéletessé? Nincs appelláta, nincs kibúvó, nincs kifogás, el van végezve. Zárójelben szeretném megjegyezni, hallottam egy nagyon szép magyarázatot erről,
hogy ez a mennyei engesztelés, ez nem metafora, ugyanis amikor a feltámadt Jézus találkozik Mária Magdolnával, akkor egy nagyon érdekes dolgot mond neki. Azt mondja, hogy ne érints engem, mert még nem mentem fel a mennybe, de felmegyek az én Istenemhez, és a többieknek megengedi, hogy megérintsék. Mi az oka annak, hogy Mária Magdolna nem érintheti, a többi asszony meg tanítványok kicsit később megtehetik? Egy Fruchtenbaum nevű úriember úgy magyarázza ezt az igerészt, hogy ekkor ment fel Krisztus a mennyei szentélybe, és vitte az ő vérét bemutatni áldozatul a mennyekben. És ahogyan a lévita főpapot nem lehetett megérinteni az engesztelés napján, amíg az engesztelési szertartást végezte, ugyanúgy nem lehetett az Úr Jézus sem érinteni. És mikor ezt elvégezte, újra visszajött a földre, és ekkor már megengedte az asszonyoknak, a tanítványoknak, hogy megérintsék őt, mert teljessé, befejezetté vált a váltságmű. Számosokból vallom azt, hogy az üdvösség nem veszíthető el, bármit is kövessen el Isten megváltott gyermeke. Az egyik erős érvem emellett az Úr Jézus drága vérének az ereje. Nincs olyan hatalom, ami ellenállhatna ennek a vérnek. Van egy további érdem is, az engesztelő áldozat természetével kapcsolatos. Kire érvényes az áldozat, testvérek? Akiért bemutatták. Akiért bemutatták. Függetlenül attól, hogy ő kérte vagy nem kérte. Amikor a főpap bement az engesztelés napján bemutatni az áldozatot, a zsidó nép minden tagjáért bemutatta azt. Függetlenül attól, hogy eljöttek az ünnepre, nem jöttek el az ünnepre, akarták, nem akarták, megtörtént, és a bűneik egy évre bocsánatot nyertek. Erről szól a mózesi törvény. Az Úr Jézus a főpapi imádságában világossá teszi azt, hogy kikért szenteli oda magát, amikor nem csak a tanítványokért imádkozik, hanem mindazokért, akik az ő szavukra hinni fognak. Érted is, értem is, a gyermekeinkért is, az unokáinkért is, és amíg csak hívő ember lesz a földön, mindenkiért imádkozott az Úr Jézus, ott a Gecsemánai kertben. Minden egyes bűnünkért bemutatta az engesztelő áldozatát. Fontos, hogy ezt tudjuk, és kapaszkodjunk ebbe, hogyha elbukunk valamilyen bűnben, és vádol az ördög, és ki akarja kezdeni az üdvösségünket, az üdvbizonyosságunkat. Csak akkor tudunk fölállni, és tovább harcolni a hit szép harcát, hogyha kapaszkodunk ebbe. Nem rajtam áll. Nem az én erőm, nem az én bölcsességem, nem az én hűségem, hanem az Úr Jézus engesztelő áldozata. A legnagyobb tévejgéseket a kegyelemmel kapcsolatban azok követték el, akik valamilyen módon elválasztották a kegyelmet az Úr Jézus áldozatától. Két ilyen tévejgést szeretnék most kiemelni. Az egyiket jelenleg több fórumon is terjesztik, ez egy kárhozatos tévtanítás, tehát magyarul aki ezt vallja, annak nincs és nem is lehet üdvössége. Akik azt mondják, hogy Isten nem akarta az Úr Jézus áldozatát, és enélkül is megbocsáthatott volna nekünk. Hát Jézus ilyen lárpulár, saját kedvéből ott valamit csinált a kereszten, de erre semmi szükség nem volt. Aki ilyet hirdet, az nem ismeri sem Isten igazságát, sem az Úr Jézus áldozatát, sem az ő vérében rejlő erőt. Amikor ugyanis a haldokló Jézus felkiáltott a kereszten, hogy elvégeztetett, ezt azzal a görög szóval adja vissza a Szentírás, amit a tartozások kifizetésekor ráírtak az adós levélre. Törlesztve. Törlesztve. Isten igazsága ki van elégítve, és a kegyelem elindulhat diadal útjára. Szeretném megismételni alapigénket, a kegyelem és az igazság egyszerre, egymással kibékítve Jézus Krisztusban jelent meg. A másik tanítás az nem annyira hangoztatott, inkább egy gyakorlatban megmutatkozó elgondolás,
ami nem számol azzal, hogy az Úr Jézus vére az nem csak bűnbocsánatot ad, de újjáteremt és megszentel. Ők csak a kegyelemről beszélnek, de a megszentelődésről, a hála áldozatként leélt életünkről nem beszélnek. És így figyelmen kívül hagyják Pál apostol intését, vétkezzünk én, mivel hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt, távol legyen. A kegyelem ugyanis nem csupán eltörli a bűneinket, hanem meg is változtat. Isteni természet részeseivé tesz bennünket. És ezzel elérkeztünk az utolsó pontomhoz, hogy ne éljek vissza a türelmetekkel. A kegyelem mindig győz. Győz, mert Isten szuverén akaratán alapul, ami ellen nincs fellebbezés. Győz, mert az Úr Jézus Krisztus véréből táplálkozik, ami egyrészt kiengesztelte Istent, másrészt örökre tökéletesítette a megszentelteket. Győz, mert semmi gyenge, semmi emberi, semmi mulandó nincsen benne. Győz, mert isteni. Boldogok, akiket Isten kegyelembe fogadott. Ez a győzelem azonban semmiképpen sem tehet bennünket gondtalanokká, felelőtlenekké, sőt, a hála gyümölcseit akarja és fogja munkálni bennünk, ahogyan erre a ravaszféle úrvacsorai liturgia egyik kérdése is rámutat. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világon, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Adja Isten, hogy életünk megélt igen válasz legyen erre a kérdésre. Amen. Testvérek, szeretnék lehetőséget biztosítani arra, hogyha valakit megszólított a hirdetett ige, akkor most imádságban hangosan válaszoljon erre. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked a te kimondhatatlan nagy kegyelmedért, amivel megbocsátottad a bűneinket, és új élettel ajándékoztál meg bennünket. Azért könyörgünk, hogyha tudjuk napról napra, nem csak vasárnap, hanem a hétköznapokban is megélni a hálánkat ezért a kegyelemért. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik az Úr Jézus Krisztust. Amen. Az Úr közel. Amen.